Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Mondópercek legújabb számában, ahol egy kínai szabályozást, amely a fiatalok számára a videójátékokat korlátozza heti 3 órába, fogunk most kibeszélni, és velem van Boros Csaba. Sziasztok! És Hartyándi Mátyás. Sziasztok! Tehát mind a hármunkban az a közös egyébként, hogy gémerek is vagyunk, és apák is vagyunk, úgyhogy történetnek mind a két oldaláról érintve. Vagy mind a két oldalát látjuk a dolognak. Ugye először is ez egy nagyon sokkolóan ható szabályozás, és így a sajtó is eléggé ilyen úgy hozta le, hogy ez valami nagyon extrém dolog. De hogy érdemes egy kicsit arról beszélni, hogy ez nem csak Kínában, hanem általában nyugaton a pszichológiában ez egy régóta feszegetett téma, hogy a fiatalokra ezek a online videójátékok hogy hatnak. Mit gondoltok erről, vagy mit kell erről tudni? Nincs minden precedens, nem teljesen precedens nélküli ez a szabályozás. Ugye a néhány évvel ezelőtt alapvetően szülői nyomásra, de általános közmegelégedésre Európában betiltották a lootboxoknak a nagy részét. Legalábbis jelen egy csomó országban a lootboxolás az nagyon erősen szabályozva van. Meg úgy általában az ilyen ragadozó, vagy ilyen a fiataloknak a bizonyos sérülékenységeit, ha most így fogalmazzak, kihasználó ilyen szerencsejátékmechanikák, meg olyan típusú ilyen játékmechanikák, amik mondjuk az ő tapasztalatlanságukat használják ki, ha úgy tetszik. Tehát, hogy nincs teljesen precedens nélkül, de azért az... Ilyen versenyszellemre alapozóra gondolsz? Tehát, hogy nem maradj le... Ilyen versenyszellemre alapozókra gondolsz? Nem maradj le a különféle ilyen szerencsejáték, függőséget kialakító játékmechanikák. Például a lootbox a klasszikus, de hogy a szabályozás önmaga is egyébként mélyebbre megy ennél. Ennek a lootboxolásnak a különféle szerencsejátékmechanikáknak a definíciójában. Nyilván, és alapvetően azért, mert egyébként az államnak szerencsejáték monopóliuma van, tehát ez valahogy megkerült ez, ráadásul még a lehető legrosszabb módon került meg, tehát nem úgy, hogy a felnőttek számára nyújtott alternatívát az állami szerencsejátékokkal, az állami szabályozású szerencsejátékkal szemben, hanem kifejezetten a gyerekeket támadta, ami meg aztán morálisan is teljesen. És akkor nem lett volna, tehát a probléma inkább csak ez a lootboxolás, mert akkor lehet, hogy egy olyan megoldás elég lett volna Kínában. Egyébként megjegyzem, hogy a kínaiak nagyon hírhedtek arról, hogy a szerencsejátékkal komoly függőségi viszonyuk van, tehát ez a kínai kultúrának régi része. De ugye csak a szerencsejátékban van baj, vagy általában ne üljön annyit? Nem azt gondolom, hogy ez ennél tovább mutat, én csak azt akartam jelezni, hogy nincs teljesen precedens nélkül ez a törvény, csak ez ennél lényeges, tehát hogy az európainál, meg az Amerikában nincs is hasonló, de hogy az európainál lényegesen agresszívebb és lényegesen mélyreható. Macsi? Én még tovább mennék, én azt gondolom a kínai történetet nézve, hogy ebben nincs semmi meglepő, már ezelőtt is 2019-ben, meg a 2010-es években is voltak ezzel kapcsolatos kínai szigorítások. Egyszerűen csak most ütötte át a nyugati gamer sajtónak az inger küszöbét ez a hír, tehát ez egy folyamat, ami zajlik Kínában az utóbbi 7-8 évben, de európaiként, vagy akár úgymond hugatiként nézve ebbe az a fura, hogy az állam szól bele ebbe a dologba, ugye? Tehát mi megszoktuk azt, hogy a piaci folyamatokat a állam néha így beleszól, de nem kezd el mondjuk a fülök helyett moralizálni, ugye? Ez elsőre furcsának hangozhat, és Kína pedig annak van igenis kultúrája, hogy az állam mondja meg azt, hogy mi az oké, mi nem. Hát már 3000 évvel ezelőtt, vagy 2500 évvel ezelőtt is a kínai politika úgy gondolkodott, hogy dolgokat meg kell tiltani, és dolgokat kell az embereket sarkalni rá. Az a törvény, hogy sarkalunk dolgokra embereket, és megbüntetünk dolgokat, és most is ezt csinálják igazából. Ez ugye ennek sokkal nagyobb kulturális hagyománya van Kínában. Tehát a kínaiaknak az állammal való elvárásaiba ez jobban belefér. Így van. Tehát még mondjuk nálunk az a kérdés, hogy a gyermekjogai, meg a szülők felelősségei, hogy kapcsolódik itt össze, ugye? Hogy édesfiam mennyit játszhat, vagy édeslányom meddig mehetsz el, addig Kínában ennek nincs meg a hagyománya, annak van meg a hagyománya, hogy az állam ilyen helyzetekben valamiféle szabályozást hoz. Jó, és szerintetek maga most függetlenül attól, hogy az állam vagy a szülők hozzák, egy ilyen jellegű szabályozás jó-e, indokolt-e? Tehát, hogy tényleg ennyire veszélyesek-e az online játékok, ennyire szigorúan el kell tiltani. Jó-e az, hogy 18 éves korba hozzák meg a korhatárt? Tehát, hogy ezekről mit gondoltak? Hát ez szerintem egyébként érdemes összefoglalni a törvényt magát, meg a legszembeötlőbb részeit. Tehát azt, hogy bizonyos kor alatt megszabályozva van, hogy hetente hány napot és a napon belül hány órát játszott a gyerek, és ezek a határt nagyon alacsonyan vannak meghúzva, legalábbis a mi szemünknek. Hát péntek, szombat, vasárnap játszhatnak napi 1 órát. Azt hiszem, még az idősáv is meg van kötve, ha jól tudom. Igen, konkrétan az idősáv is meg van kötve. 8-tól 9-ig játszhatnak. Ez nagyon-nagyon agresszívnek tűnik. Tehát, micsoda aránytalan szerverterheléseket okoz majd ez az online játékoknak, igazán lehet. Hát olyan értelemben a szerverterhelése valószínűleg nem lesz probléma, hogy ez rengeteg gyereket le fog szedni az online játékokról, tehát a felől nekem kétségem sincs, hogy ez nagyon sok játéknak a felhasználói bázisát hát nem megtizedeli, hanem így esetenként el is tünteti. Tehát ez egy nagyon jó kérdés, hogy vajon mennyire a 18 éven alul? Vagy ilyen vannak konkrét játékok, amiknek 18 éven aluliak a közönsége, vagy így egyenletesen oszlanak el, hogy minden játékban vannak sokan? Persze, rengeteg van. Tehát nagyon-nagyon sok olyan játék van, ami kifejezetten 18 év alattiakra célhoz, és az lenne a meglepő, ha nem volna. Tehát ez egy nagyon gazdag piac, iszonyatos mennyiségű játékossal. Maga a gyereknevelés kultúrá is egy csomó esetben, ugye a szülők jellemzően sokkal elfoglaltabbak, sokkal kevésbé érnek rá a gyerekekkel foglalkozni, mint nyugaton, ahol az egykeresős modell, az egy működőképes modell. Azért itt árnyalnám, vagy hát egy másik dimenziót is hozzáraknám, hogy ez a kínai gyereknevelésnél nagyon a túlóra tanulás, tehát hogy kínai kultúrában sokkal erősebb az, hogy dolgozz nagyon szorgalmasan gyerekként, hogy utána kényelmesebb legyen, mint sem nálunk az, hogy gyerekként játsz, aztán majd felnőttként gályázol. Tehát, hogy mondjuk ez is talán kicsit más. Abszolút van, ezzel nem vitatkozom, csak így statisztikailag a gyerekek sokkal nagyobb része játszik, és játszik sokat Kínában, mint Európában vagy Amerikában. Főleg az Európához képest kiugróak ezek a számok, és ezt alapvetően annak tudják be, hogy a szülők gyakrabban hagyják a gyereket játszani, mert ők elfoglaltak. És akkor ennek van egy ilyen visszacsatolása, hogy akkor azok a típusú játékok, amelyek a gyerekek számára vonzóak, azok népszerűek. Mivel sokkal nagyobb a felhasználói bázisa. Arról nem is beszél, hogy ez egy egységes piac, legalábbis így távolra nézve azért egységesnek számít, még mondjuk Európában, Amerikában sokkal fragmentáltabb a nyelvek miatt, a különféle szabályozások miatt, és számos egyéb faktor miatt. Úgyhogy tehát egy óriási bázis van, és igenis nagyon nagy ütést kapnak, főleg azok a játékok, amelyek mondjuk a napi bejelentkezést és a napi grindot, a napi elfoglaltságot, és ezt a rendszerességnek ezt az érzését, amit mondjuk, nem tudom, Európában is nyilván számos ilyen elérhető, de mondjuk talán a Genshin az, ami most a premier ilyen gacsa és napi bejelentkezős játéknak számít, ami így Ázsiából származik, és amit mondjuk így nagyjából mindenki ismerhet. És ezeknek a játékoknak a modellje az mind abból áll, hogy minden nap jelentkezzél be valahogyan meg kell oldani, hogy minden nap bejelentkezz, mert ezt tartja fenn hát ne nevezzük függőségnek, de mindesetre az elköteleződésnek nagyon fontos része az, hogy a mindennapi bejelentkezést valahogy megoldják. Ha ezt elveszik tőlük, akkor töredékére esik a felhasználói bázisuk, mert abban a pillanatban, ahogy kihagysz pár napot, rájössz, hogy ez egy munka, amit csinálsz, igazából nem játék. Mártyán? És szerintem ez nagyon fontos, ami elhangzott. Tehát Ez az új módosítás igazából nem az internet használatot tiltja a fiatalkorúaknál, nem a játékot, hanem az online játékot szűkíti le. És valljuk be, hogy igazából ez csak a belső piacra érvényes, tehát Kínában rendkívül népszerűek a VPN megoldások, azt nem tudom, hogy a fiatalkorúak körében mennyire népszerűek, de ez igazából az internet használatot, vagy az interneten való játszás szerintem csak is kizárólag ezt a mobilos vonalat fogja jelentősen érinteni, amikor a szünetekben a gyerekek egymással játszanak, az valószínűleg most meg fog szűrni az, hogy otthon a számítógépén mit művel, az eddig is a szülőknek volt a befolyása, vagy még ők se igazán értették, hogy a gyermekük mit művel. Tegel, neked nem tudom, neked szokott lenni így a kínai trendekről kicsit jobb betekintésed, nem tudom, hogy videójátékok terén mennyire, vagy valami érdekességet tudsz mondani, hogy tényleg mennyire volt ez krónikus probléma. Ez nagyon krónikus probléma volt, de ez igazából, hogyha megfigyeljük a magyar fiatalságot, ott is egy krónikus probléma mondjuk az általános iskola alsó tagozatában. A Kínában az a különbség szerintem, hogy már egy-két generációval ez feljebb csúszott, tehát mondjuk az általános iskolásoktól kezdve a végig lényegében egykori felcsúszott ez a fajta szokás. Ami a kínai nyilvánosságot nagyon zavarja, és összekötik, pedig nincs egyértelmű kapcsolat, az a magas számú rövidlátóknak a száma, hogy biztos azért van, mert ugye képernyőt bámolják, meg a mobilet egy kis képernyőre fókuszálnak, amiben van valami, de hát nincsen. Tehát szoros összefüggés nem biztos, hogy van a két jelenség mögött. Meg egyáltalán az a fajta hozzáállás, hogy mint hogyha a kínai párt próbálna szélsőségekre csapni le, és szélsőségként értelmezi azt, hogy valaki egész nap az interneten lóg és valamiket nyomkod. Ugye a kínai párt egy jó hosszú időn át nem nagyon szólt bele, pontosabban Deng Xiaopingot egyre kevésbé szólnak bele, mondjuk a 80-as évek végétől, Tiananmen-tér az nem, de mondjuk a 90-es évektől egyre kevésbé szólnak bele az ember magánéletében, ezt tapasztaltuk meg, de egy 7-8 éve, mióta itt van Xi Jinping, azóta a párt az így visszaerősödött, és hogy visszatért az ideológiai térbe, és szeretik megmondani azt, hogy milyen a jó állampolgár, és milyen a rossz állampolgár. És jelenleg, igazából nem is jelenleg, azt találtam, hogy 2007-ben már voltak nagyon hangos zajok az internet használattal, meg a internetes játéka, vagy a számítógépes játéka szemben. Szóval már jó ideje azt mondják, hogy ez nem jó. Konkrétan úgy fogalmaztak nemrégiben, hogy a számítógépes játék a szellem ópiuma. Ez ugye ismerős lehet nekünk Marxnál, ez a kifejezés, hogy valaminek az ópiuma. És hát ők is olvasták Marxot, ezt ugye tudjuk. Ja, tehát, hogy ez nem hasznos, és nem jó a társadalomnak az, hogy a fiatalok így játszanak, erről nagyon erősen meg van győződve a kínai kommunista párt. És te Kínában is van ilyen a japán otakukhoz hasonló társadalmi réteg, akik tényleg így kikockulják magukat a mainstream társadalomból? Ez valójában inkább egy kelet-ázsiai jelenség, csak mi a japán elnevezés volt az, ami szerintem megjegyeztünk. Ez nagyon széles rétegeket érint. Főleg a fiatal férfiak, és főleg a nagyvárosokban, vagy a városokban, tehát rájuk jellemző, de persze természetesen ettől, tehát más rétegekre is igaz lehet ez a jelenség. Igen, létezik. Annyi, hogy Kínában ezt azért nehezebb megvalósítani, mármint hogy kicsekkolja a társadalomból, ha csak nincs olyan háttered, ami ezt lehetővé teszi, mert a szociális háló, tehát például nincs olyan munkanélküli segély, amin így eltengődve el tudsz lavírozni az életben, és lényegében csak nem tudom, rámenre és internet előfizetésre kell költened. Tehát az mondjuk így nehezebb, de ezzel együtt igen. Ami szerintem most még kiverhette a biztosítékot, az tényleg tehát a 2007-hez képest, amit említettél, hogy akkor már voltak ennek jelei, és ugye folyamatosan jöttek ilyen hírek, hogy mit tudom én, halálra játszotta magát a gyerek, meg ilyesmi, és ezek így mindig valahogy Kínából jöttek ezek a hírek, de hogy szerintem nem ez volt, hogy ez is egyfajta... Hogy mondjam, ezek is így gyűlnek, hogy a társadalomnak az inger küszöbét így x-edik hír után ütik át, és kezdik azt gondolni, hogy na ez most már tényleg elég, és akkor ez az, amire a politika így rá tud telepedni, és mondja, hogy jó, akkor itt az idő, hogy beleszóljak abba, hogy mit tehettek és mit nem, vagy mi az, amit szabad és mit nem. De ami szerintem konkrétan is kiverhette a biztosítékot, az 2007-hez képest az, hogy ezeknek a játékfejlesztő cégeknek az innovációi, amik nem a játékoknak az építő aspektusát helyezte előtérbe, tehát hogy nem azok a típusú innovációk, amik a gyerekek kihasználását és lehúzását mondjuk, vagy nevezzük nyugodtan nevén, segítik elő, vagy hát így, tehát hogy lényegében arról szólnak. És ez a típusú innováció, ez nagyon-nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben. Tehát tényleg a gacsajátékoknak a kihegyezével, csúcsrahegyezésével, és ilyen tényleg elképesztő hatékonyságával. Tehát amit a Genshin például művelt, az valami egészen hihetetlen. És mondjuk pont a Genshin kapcsán még azt mondhatjuk, hogy hát legalább van benne tartalom. De hogy rengeteg klónja van, és a Genshin maga is egy ilyen amalgámja lényegében a stílusnak. Tehát rengeteg hasonló játék van, amik mind a gyerekek védtelenségét használják ki. És most így a gyerekek védtelenségéről beszélünk, de én is Genshin-eztem nem is keveset, és baromi nehéz leállni róla, és én 40 éves vagyok. Tehát azért engem már nem olyan könnyű behúzni, és el tudom képzelni, hogy mondjuk mit művel ez a játék egy 16 évessel. Baromi ijesztő az a perspektíva. Úgyhogy azt hiszem, hogy a játékfejlesztő cégeknek ez a szabadon engedése lényegében lehetett az, ami végül kiváltotta ezt a szabályozási kényszert, mert tényleg túlmentek azon a határon, ami így, nem tudom, már így elfogadható társadalmilag és politikailag, és mondjuk rengeteg szülő is nyomhatta igazából a pártvezetést, meg ez egy népszerű intézkedés, tehát ezzel nehéz vitatkozni, és a gyerekek számára népszerűtlen, de az ő szempontjuk igazából itt nem annyira számít, míg a felnőttek esetében meg tök népszerű lehet egyrészt ilyen abszolút ragadozó módjára működő játékfejlesztő cégeket, amik ráadásul óriásira nőttek az utóbbi időben, azokat rendszabályoz meg, és egy olyan terepen, vagy egy olyan téren, ami viszont tényleg még kritikus szemmel is nehezen vitatható, hogy tudnélik, ne húzd le a gyerekeket, ráadásul olyan dolgokkal, amik így nincs is kiélezve nektek szegezem a kérdést. Függetlenül a Kínai Kommunista Pártot, ti mondjuk a gyerekeitekre alkalmaznátok egy ilyen szigort? Én egészen konkrétan csinálom is ezt. Ekkora szigort nem, de keretekre szükség van. Hogy elmondjak egy anekdotát, pont az IDDQD blogon merült fel, vagy a podcasten egy-két hete, hogy a Stöki, aki egy elég híres játék újságíró letiltottja a gyerekeinek a Plants vs. Zombies-ba, hogy mennyit játszhatnak, tehát csak el lett korlátozva, és hát a gyerekei miután nem játszottak a játékkal, elkezdtek kreatívkodni, rajzoltak a számítógépes játékból, majd létrehoztak valamiféle saját kártyajátékot, vagy társasjátékot a Plants vs. Zombies-ra. Tehát van egy olyan dolog, hogy bizonyos mennyiségű játék az jó, az kreatív, de hogyha lekorlátozunk, akkor utána az úgy, tehát az serkentő, nem tudhatni, hogyha hederbe van szabva az embernek az élete. Ez érdekes. És az is föltő a kérdés, hogy mi lesz olyan a következménye ennek a döntésnek Kínában. Tehát, hogy megjelennek az 5 perces meccsekre alapozó játékok, hogy jól kihasználják ezt a háromszor nem hiszem, hogy ezt a gacsa játékoknak ezt a modelljét fent lehet tartani ilyen limitált időkeretben. Tehát a heti 3 óra lényegében, 3 napra elosztva, ez lehetetlené teszi ezt. Tehát én azt gondolom, hogy a 18 év alattiaknak lényegében az online játékokhoz való hozzáférését megszüntették. Azért ez a 3 óra, ez ilyen fügefalevél valójában, megtiltották lényegében. Tehát ez ez nem ad lehetőséget arra, hogy ezek a cégek tovább éljenek bármilyen más formában. Ami pozitív lehet egyébként, az az, hogy ugyan az offline játékokat nem tiltották meg. Tehát viszont offline játékokkal nehéz ilyen ragadozó módon pénzt szerezni. Tehát elképzelhető, én nem vagyok azért nagyon optimista ebben az ügyben, de elképzelhető az, hogy lesz egy reneszánsza azoknak a játékoknak, amik adnak valamiféle tartalmat, kontentet. Tehát, hogy visszatérünk esetleg egy olyan single player játék irányba, ahol a játék maga adta a játékot, tehát egy Final Fantasy 7 vagy valami, ami attól lett híres, és attól fogyott iszonyatos mennyiségben, hogy nagyon-nagyon jó volt, és tényleg nem egy egész generációnak adott valami olyasmit, ami ilyen közös nevező bizonyos értelemben a gamer generációnak, és akkor az abból keresett nagyon sok pénzt a kiadó. És ezek még messze nem, tehát hogy még a legnépszerűbb ilyen típusú játékok sem rúgnak labdába egy sikeres gacsa mellett, nem tudom én, megint csak a Genshin, hiszen valami 14 vagy 16 milliárdot húzott be az első fél évében, dollározzak, hogy ez valami nem. Én szeretem a szingaporosan számokra, nem akarok hülyeséget mondani. Rég olvastam már, de hogy az első fél évben valami olyan összegeket húzott be, amik teljesen hihetetlenek voltak. És persze ennek a nagy része is volt az oka, hogy ez volt az első gacsa, ami igazán befutott nyugaton. De ezt most félretéve, ezek a játékok, ezek olyan pénzeket kerestek, amiket single player játékokkal soha nem fognak még csak megközelíteni sem, de ezzel együtt ezek a cégek lehet, hogy kénytelenek lesznek visszamenni ebbe az irányba. Hát igen, azért single player játékokat én nagyon szeretem, és tényleg sokkal változatosabb játékelményt nyújtanak, de mondjuk egy tipikus single player játék, mondjuk játszol 50 órát, hogyha nagyon jó, akkor 100-150-et. Ugye egy bármilyen online játékban meg ezrében méred az órákat, amit egy-két év alatt beleölsz. Tehát, hogy nyilván van egy... és kifejleszteni őket nem annyival macerásabb, tehát hogy igazából nyilván van a single player játékoknál, főleg, hogy ugye mostában már nagy. Ugye az elmúlt 20 évben azért is megy szerintem az online játékok felé a piac, mert nagyon drága a színvonalas videójátékfejlesztés. És nagyon nehéz beárazni azt, hogy ugye most még a legsikeresebb single player RPG-k is 50 óráig játszol velük, mennyit lehet elkérni, érte mennyibe kerül a fejlesztés, ugye ott mentek a Zero Day DLC-k, meg ilyenek, amik mutatták, hogy nem lehet nagyon kigazdálkodni a 60 eurós, 100 eurós játékdíjból a fejlesztési költségeket, vagy hát nem elég sikeresen. Tehát, hogy azért szerintem nagyon komoly gazdasági nehézségekkel küzdenek a single player játékok. Ez talán a AAA játékokra valahol lehet, hogy igaz, amik mondjuk nem bejáratott brandekre, mint a Call of Duty, vagy nem tudom, most nem érdemes ebbe a gamer piac irányba szerintem elmenni ezzel kapcsolatban, de hogy közben meg van egy reneszánsz a nagyon kevés pénzből fejlesztett, nagyon kreatív játékoknak, amik, hogyha átütnek, akkor a befektetésüknek a több százszorosát tudják alkalmasít visszahozni. Tényleg ilyen pixel-based, roguelike cuccok, rengeteg, ez tintele van velük most, nem kell. De hogy ezeknek a fejlesztési költsége minimális, ugyanakkor meg hihetetlen. Csak ez mind kis pálya ahhoz képest, amit mondjuk egy befutott gacsa tud termelni. És mit várunk a kínai piacon, hogy mi lesz ennek a hatása? Én nem ismerem a kínai játékpiacot. Hát én azt tudom elmondani, hogy a kínai kultúrában nagyon nagy hagyománya van a szürke zónának, az néha így. Összeszűkül a szürke zóna, néha kitágul, és biztos vagyok benne, hogy a játékfejlesztők meg fogják nézni azt, hogy milyen kiskapuk, lehetőségek vannak itt. 5-6 éve még a kelet-ázsiai metrókon azt láttuk, hogy a fiatalok egymás mellett így rázzák a mobilukat, ugye a mobiltelefonok nem csak interneten keresztül tudnak egymással kommunikálni, tehát lehet, hogy itt más irányba el fog Kínába például a innováció, meg a képeknek a kommunikáció így gyatolódni. Ez csak egy tipp. Egyébként az is érdekes, egyébként arról is tudok beszélni, hogyha akarjátok, hogy milyen tágabb szociális kontextusban jelent meg ez a törvény, mert szerintem az is érdekes. Az érdekes, igen, egy szíves. Hát 3 dolog. Egyrészt, hogy nem csak tiltások történnek, hanem olyan, mint hogy a kínai kormány próbálna a fiatalok életmódján változtatni. Ugye egy városi fiatalnak általában olyan az élete Kínában, hogy miután az iskolából megjön, utána megy ebbe az esti iskolába, ebbe a cram schoolba, és ez ellen is próbálnak fellépni, tehát hogy ne az legyen egy gyereknek az élete, hogy reggeltől estig iskolába jár. Közben meg persze próbálnak az ilyen dolgokra is, mint a számítógépes játékok lecsapni, de például a gangster rappelek ellen is néhány éve lecsaptak, és az összeset begyűjtötték az utcáról, aki a drogokról, de nem tudom miről írta a számait, és akkor az bocsánatot kértek. Akkor lecsapnak az ilyen dőzsölő, flexelő sztárokra is, tehát őket is begyűjtött a rendőrség. Vannak ilyen kampányszerű dolgok a kínai médiában. Ez egyik érdekesség. Másik pedig, akit érdekel a politika, azt kell tudnia, hogy pont abban a fél évben vagyunk, ahol a kínai pártban változások lesznek. Július 1-én volt a kínai kommunista párt 100 éves, ebből egy nagyon nagy ünnepség volt. Ugye ez most már elnyugodott, itt van ez a törvény, és ősszel indul a kínai kommunista pártnak a, azt hiszem, a 19. vagy a 20. kongresszusa, ahol is az a kérdés, hogy mi lesz Xi Jinpinggel, valószínűleg meg lesz újítva, és majd télen újra beiktatják, ami azt jelenti, hogy hosszú évtizedek után lesz az első olyan első ember, aki harmadszorra is ringben marad, és ha ez igen, akkor lehet, hogy ez része valaminek az előkészítésének. Majd az októberi nagybeszédét kell meghallgatni a kongresszuson, mert az általában 5 évre előrevetíti azt, hogy mire érdemes felkészülni. Tehát az is lehet, hogy ez csak egy pont most jött be, de az is lehet, hogy valaminek az előkészítése, és erre ráépül még valamiféle országos szintű, az egész kultúrát meghatározó újfajta kampány. Igen, egyébként egy kicsit az előzőre visszakapcsolva, amit mondtál, a videójáték piacnak, meg úgy általában az állam beleszólása abba, hogy mi az, amit jónak talál, és ezt hogyan próbálja előre mozdítani. Ugye az tökre látszik, hogy elhatározták, hogy egy ipari típusú, erről volt több cikk is az utóbbi időben, hogy elhatározták, hogy egy ipari típusú társadalmat kell építeni, nem pedig egy ilyen, tehát a soft tudásra épülő társadalmat, tehát mondjuk nem az amerikai nyugati partot próbálják meg nagyban létrehozni, hanem Németország. Lényegében Németországot próbálják nagyban létrehozni, tehát egy ipari típusú társadalmat akarnak építeni, és ennek ez egy ilyen nagyobb, vagy egy átfogóbb tervnek tűnik, amit már több éve, nyilván mint minden, több éve vezetnek föl, és ezek a dolgok ennek ehhez kapcsolódik egy csomó ilyen, hogy mondjam, társadalmi vadhajtásnak, a vélt vagy valós vadhajtásnak a lenyesegetése, és ahogy ezeket, amiket említettél, ezek is mindennek a része. De most például nemrég erről is cikkeztek nemrég, hogy betiltották effektíve a rajongást. Tehát, hogy így tudom, nem lehetnek rajongói, nem lehet rajongói oldalakat létrehozni, csak külön központi engedéllyel, ott is központilag engedélyezett tartalmakat lehet futtatni. Általában véve a sztárkultuszt, amit lényegében ők maguk tettek lehetővé, illetve promotáltak erősen, hogy ugye fölépítsenek kínai sztárokat a hollywoodi sztárokkal ellentétben, azok, vagy ellensúlyozásához, az most lényegében visszanyesik, ezeket kiugróan ilyen dőzsölő életformákat is, vagy ilyen olyan személyeket, akik dőzsölő életformát folytatnak, meg általában ilyen luxusban élnek, azokat visszavágják, meg rendszabályozzák, meg általában azokat így gazdaságpolitikai szempontból azokat a cégeket, amik hihetetlenül nagyra nőttek rövid idő alatt, de egy olyan területen, ami a kínai államnak most láthatóan kevésbé fontos, szoftverinnováció, pénzügyi szolgáltatások, mindenféle fintech cég, ezeket így nagyon agresszíven elkezdték rendszabályozni, lásd Ant csoport és a többi Jack Ma-nak a visszanyesése. Tehát, hogy ezek mind úgy tűnik, hogy egy ilyen általános tervbe illeszkednek, ami ténylegesen arról szól, hogy ipari társadalmat építünk, amiben szorgalmas dolgozók termelik a javakat, és nem tudom milyen... Nem szórakoztatóiparra alapozott? Nem szórakoztatóiparból, meg nem szoftverinnovációból, meg pénzügyi szolgáltatások okosításából akarunk értéket előállítani, hanem effektíven gyárakban. És ez... Ez egy óriási lépés szerintem, tehát ez kihatással lesz nagyon-nagyon sok mindenre, például a klímacéljaikra, meg rengeteg dologra. Ez egy nagyon nagy vállalás, vagy nem, egy nagyon fontos iránymutatás és egy nagyon fontos irányváltás a kínai politika, gazdaságpolitika és gazdaság és társadalompolitika mindenfajta szempontból, és tényleg nagyon érdekes lesz, igen, a beszéd a kongresszuson, mert az valóban irányt mutat a következő alkalmas, nem csak 5, hanem 10-15 évre is, tehát hogy mennyire kötelezi el magát emellett, és az ott ténylegesen deklarálva is lesz valószínűleg, hogyha ez egy átfogó cél, már pedig jelen pillanatban annak tűnik. Szóval akkor évek óta kíváncsian vártuk, hogy Japán és Korea után mikor dob Kína is nagyot így a globális popkultúra, meg geekkultúra piacán, akkor azt mondjátok, hogy lehet, hogy most így, ami elindult a Genshin Impact-tal, meg ilyesmikkel, az a rögtön hamvába is fog holni, vagy hát nem lesz annyira fölpörgetve, mint Japán és Korea esetén. Tehát... Igen. Például érdekes megnézni, hogy a friss Marvel filmmel szemben, a Shang-Chi-vel szemben mekkora ellenérzés van a kínai pártmédiában. Elképesztő, tehát nemzeti indulatokat korbácsol fel egy olyan film, ami az én személyes véleményem szerint nem sokban különbözik egy tucat kínai pusziától, de azt az amerikaiak csinálták. Tehát rossz. Cultural appropriation, ugye? Kulturális kísérletítás. Jó, záró gondolatoknak mit fűznétek meg ezt hozzá, mert már eléggé hosszúan nyújt a beszélgetésünk. Ugye beszéltünk itt a kínai kultúrpolitika jövőjéről, IT, meg ilyen szórakoztatóipar jövőjéről, a videójáték függőség problémájáról. Szerintem elég jól kiveséztük, de hogy van esetleg még valamilyen záró gondolatot, amit még hozzá. Én az előző kérdésedre való válaszsal fejezném be, hogy szerintem nem jelenti ez általában véve a kínai popkultúra jelentős visszaszorulását. Az biztos, hogy kevésbé lesz, nem tudom. Tehát hogy az biztos, hogy azzal, hogy elfordultak a hollywoodi típusú ilyen sztárságtól, sztardomtól, és nem hagyják nagyra nőni a saját csillagaikat sem. Az, nem akarnak, hogy tényleg ez a tenget megint. Igen, az hatással lesz erre, de ezzel együtt szerintem mondjuk például az irodalomból, vagy általában tehát rengeteg dologból kinőhet olyasmi, ami egyszerűen jó, tehát hogy mint a háromtest probléma például, ami egy tök jó sci-fi, és igazából nyilván tehát központilag is támogatott a terjedése, de hogy az egy jó példa arra, hogy nem feltétlenül kell, tehát hogy nem a Hollywooddal versenyeznek, vagy nem azon a pályán versenyeznek, hanem egy másikon, de ezzel együtt tökre elő tud állítani olyan popkulturális terméket ez az ország. Hát meg hatalmas, tehát hogy így ezt nem érdemes elfelejteni, hogy mekkora, tehát hogy irodalom, képregény, bár nyilván mindig erős központi kontroll lesz, de azok a dolgok, amik tehát olyan nagy a merítés, hogy szükségszerű az, hogy fognak onnan minden nagy dolgok kijönni. Csak elhatározták, hogy nem Hollywooddal versenyeznek, és ez szerintem teljesen rendben is van. Ez a tenget én nagyon szeretem, de arra hívnám fel a figyelmet, hogy a kínai kommunista párt egyrészt a 100 éves évfordulójára tett nagy fogadalmakat, másrészt pedig az államalakulásnak a 100 éves évfordulójára. Az ugye 2049-ben jön el, ami nagyon messzinek tűnik, de azért nincs annyira messze, 2,5, picit több évtizedre van tőlünk, és szerintem azt fogjuk látni, hogy a kínai kultúra, vagy a kínai politika most már nem felzárkózni próbál, hanem szerintem meg fog próbálni nemzetközi trendeket diktálni. Tehát lehetséges, hogy a kínai popkultúra meg fog jelenni, de már más módon, nem az amerikai séma másolásával, hanem gondolom én próbálkozni fognak egyfajta saját világrendnek a kialakításával. Hát ez érdekes. Érdekes lesz. Jó, hát akkor szerintem ezzel le is zárhatjuk a beszélgetést, hogy elég messzire kanyarodtunk, de talán nem is baj, mert ugye aránylag ritkán szoktak szerintem Kínával így foglalkozni a köreinkben, de szerintem igazán érdekes, mert sokan mondják ugye, hogy Ázsia évszázadát lesz a 21. évszázad, és hát egyelőre ez még nem következett be, de kétség kívül, hogy Japán is ott van a színen, Korea is ott van a színen, és hát ugye Kína meg végképp egyre inkább ott van a színen, úgyhogy mindenképpen érdemes követni a trendeket. Nyilván az is egy kérdés, hogy lesz esetleg nyugati követése ezeknek a szigorításoknak, illetve Csaba említette az elején, hogy már voltak nyugati előfutára, európai előfutára is az efféle szigorításoknak. Úgyhogy mindenképp egy érdekes dolog. Nyilván azért a sajtóban azért jöttek, mert hirtelen ez egy eléggé drasztikus korlátozásnak tűnik, de ugye, ahogy Mátyás elmondta, azért ennek meg fokozatosan épült fel ez a szituáció Kínában, úgyhogy annyira talán nem kell meglepődnünk ezen, de hát nyilván a rövid távon az lesz az érdekes kérdés, hogy erre a videójátékipar hogy reagál, hogy hát ez akár a nyugati videójátékiparra, hát ezt majd a következő egy-két évben megtudjuk. Hogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok és beszélgettünk erről, a nézőknek pedig köszönöm szépen, hogy követtetek minket, és továbbra is, ha érdekelnek a Mondópercek videók, akkor kövessetek minket Facebookon, YouTube-on, Instagramon és TikTokon is. Sziasztok!